Üdvözlöm Önöket, gasztrokultúra! Asztalt töltött és panírozott szilvák, szilvás kalácsok, sütemények, szilva betűttek és szerepeltek a 18. hagyományaink ünnepe kínálatában. Az elmúlt hétvégén a Zentai Művelődési Házban megtartott rendezvényen feléptek a községbeli hagyományőrző csoportok is. Nem csak felsorolni, hanem megszámlálni is nehéz lenne azokat a szilvás finomságokat, amelyeket a hagyományaink ünnepe résztvevői készítettek az idei rendezvényre. A hagyományos ételek kiállítása ugyanis idén a szilvás ételek bemutatását ölelte fel. A szilvás barátfülitől kezdve nagyanyám hideghájas kiflije, lekváros, végül is magyaros piskótával süt torta, de lekvárra, kétféle ringló és szilva lekvárra töltve. Akkor vannak többféle linzerek, ez a lukas tetejű kis pogács, az unokáim rettenetes szeretik. Az van ringló szilvával is, meg akkor van dalmácsok, úgy hívják, az is linzer az alja, lekvár, aszalt szilva és dióbél a tetején, és ez is nagyon ízletes. Ilyen többféle régi szakácskönyvből kerestünk régi hagyományos ételeket. Akkor azon kívül van ugye csirkemell szilvával töltve, és mangalica comb, hát vagy hús, az is szilvával töltve. A szilvás ételek tárháza a háziasszonyok szerint szinte kimeríthetetlen. Például baklavát készítettek szilvával, dióval, szilvával. Akkor sültek, sült húsok aszalt szilvával, gombóc szilvából, kőtkalács, ami szilvából, a többi is mind szilvával kapcsolatos. Na, még amit megemlítek, egy fajta ilyen gabanyica-szerű, de szilvával ették, ezt, hozzáették a szilvát, úgyhogy az egy ilyen különlegesség. Más nem tudok, mert mind valami finomság, még végül is nem biztos, hogy mindnek tudom, hogy micsoda, mert mindenki hozta, olyan sokan jelentkeztünk, és csak hoztuk. A sokrétű kínálat is azt igazolja, hogy a szilvás ételeknek igen nagy hagyománya van térségünkben. Amit csak szilvából tudtunk földeríteni, hogy az őseink milyen szilva recepteket, mit hagyományoztak mi ránk, azt megpróbáltuk mind a régi receptek szerint elkészíteni ételeket, kalácsokat, hús mellé ételeket, befőtteket, szörpöket, és mondjam, hogy pálinkákat is, mert hát a szilva, el nem kerülheti a szilva ugye a pálinka főzést, és mindent, amit szilvából, és akkor a különböző fajta szilvákat is figyelembe vettük, mert hát az a lényeg, hogy mindenfelé, valójában minden háznál voltak szilvafák, de mindig más fajták, és akkor a különböző érésű szilvákat másképpen használták föl. Ugye méhűtő nem volt, hanem mindent igyekeztek tartósítani a maguk módján. A zsűri tagjaiban gyermekkoruk ízei idéződtek fel az ételek és az italok kóstolása során. Ugyanakkor saját bevallásuk szerint maguk is sokat tanultak a házi asszonyoktól. Én magam is szakácsként tanultam, számomra egy élmény volt itt lenni, élmény volt ezekkel az ételekkel találkozni. Sok étel a gyerekkoromból visszaköszönt, és úgy gondolom, hogy egy olyan fesztiválnak voltunk a szemtanúi, amely méltán mondhatja magáról, hogy hagyományőrző, hagyományt ápoló, tradicionális ételeket is, mert ugye ez is a kultúránk része, a táplálkozásunk is erőteljesen hozzátartozik a hagyományaink ismeretéhez, azoknak ápolásához. Ahogy a népdal, népzene, néptánc, ez is nagyon jól illik ebbe a fesztiválba, vagy ebbe a rendezvénybe, és számomra volt az öröm, a megtiszteltetés, és sokat tanulva vettem részt ezen a fesztiválon. A zsűri szerint a legkiválóbb szilvás ételeket a Zentai Rozetta Kézműves Társaság, a Tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület, a Felsőhegyi Fiók Könyvtár és a Kevin Móra István Művelődési Egyesület csapata, valamint a külön díjat kiérdemlő Jelena Szocsin készítette. A rendezvényen színpadra léptek a községbeli hagyományőrző csoportok tagjai is, akik összesen mintegy 20 produkcióval szórakoztatták az egybegyűlteket. Az est meghívott vendégei az adai Bognár Odett, a Fölszállott a Páva elnevezésű népzenei tehetségkutató műsor versenyzője, a Szabadkai Mihály Zenekar és a Zentai Stefan Strémac helyismereti alapítvány gyermekcsoportja voltak. A
Az a célunk ezzel, hogy az ENTA község hagyományőrző csoportjai bemutathassák magukat, ugyanakkor megmérettessenek, és a szakmai információk és értékelések révén tovább tudják fejleszteni a műsorukat, a rendezvényeiket, a stílusukat, és abban reménykedünk, hogy ezáltal a hagyományokat fent tudjuk tartani, és a népművészetre minél nagyobb hangsúlyt tudunk helyezni. Ennek a jegyében a fellépők produkcióit ezúttal is neves szakemberekből álló zsűri véleményezte. Ezzel is hozzásegítve a csoportokat a Durindóra és a Gyöngyös Bokrétára való eredményes felkészüléshez. A zsűri nagyon elégedett a csoportokkal, mivel mindenki a tudásának a színejavát hozta ide, hagyományainkat őrizve, legjobb formájukat láttuk, és mindenkit megdicsérek, és új csoportok vannak, és ennek nagyon örülünk. A zentai Turzó Lajos Oktatási Művelődési Központ és Zenta Község önkormányzata által életre hívott hagyományaink ünnepe elnevezésű rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű vajdasági magyar amatőr regionális rendezvénye. Topolyán szerveztek meg a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny vajdasági döntőjét. A szombati versenyre 17 középiskolás fiatal érkezett a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központba. Én személy szerint jó barátságban vagyok a nyelven a magyar értem. A saját maguk által választott nyelvművelő vagy esszészerű szövegek között Kazinczytől Kosztolányi Dezsőn át a kortársak, mint Eszterházy Péter szövegeiből is válogattak a fiatalok a Szép Magyar Beszéd verseny vajdasági döntőjére. Van, hanem egyedül a nyelvnek tartozom. A tanárommal úgy szoktunk felkészülni, hogy megmondja ő, hogy ő mit gondol ide, és utána pedig én válogatok, és ezt éreztem a legközelebb állónak magamhoz. Mert persze fontosnak tartom, hogy olyan szöveget hozzak, ami nekem is fontos. Viszont a gazdag írásrendszerünk is, de mindezt a hanglejtés nyelvű zenéje érzékeltetheti. Az az igazság, hogy én az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy én ide szeretnék jönni. És fogtam a könyvet, kinyitottam, és megtetszett ez a szöveg, hogy a lámpalázról, mert nagyon félős vagyok, és úgy éltem meg, hogy ez az a szöveg, amit nekem mondanom kell, mert mennyire ironikus, hogy aki retteg, az pont arról beszél, hogy nem kell rettegni, és csak úgy lehet jól szöveget mondani. Aki ilyen pályára szeretne lépni, annak azt javaslom, hogy az a lényeg, hogy beszélgessen, és járjon el színházba művelődni, mert ez elősegít ahhoz, hogy szépen beszéljünk, illetve olvassunk. És ha olvassuk, külön figyelnünk kell arra, hogy a hitelest olvassuk-e. Idén a győri szervezőktől érkező kötelező szöveg Kovács Dániel, Ahogy élünk, úgy beszélünk című írása volt, melyet a szöveggel való rövid ismerkedés után minden versenyző felolvasott a zsűri előtt. Hogy irodalmunk ma nyelvileg tisztában szól a nemzethez, mint valaha. Nagyon tetszik, hogy úgy van megoldva a verseny, hogy mindenki ugyanazt a szövegét olvassa fel, hiszen itt derül ki igazából, ki az, aki valóban jó felolvasó, mert hát ugye otthon bármilyen szöveget be lehet gyakorolni, és egy elő lehet adni. Most, hogy megteszem az első tolvonást, valami könnyűség fog el. Boldog kalandkedv és valami félelem is. Amit én hoztam szöveget, az Kosztolányi Dezső Azokról, akiknek írunk című szövegéből volt egy részlet. Amit itt kaptam szöveget, az pedig, hát én nem tudom, nekem az nem volt olyan nagyon nehéz. Hosszú volt, és attól féltem, hogy a levegő vételekkel lesznek majd problémáim, de nem tudom, úgy látszik, hogy sikerült kikerülni. Az értelemre próbáltam fektetni a hangsúlyt, és ez alapján a szövegeket elmondani. Még 4 hiteles kiadást ért meg a Murányi Vénusz. A versenyző fiatalok fontosnak tartják az anyanyelvápolást, a helyes és szép beszédet. Szívbe markoló, megrendítő válaszokat kaptam számos kiválóságunktól. Nagyon sok embert ismerek, aki nagyon helytelenül beszél, még csak próbálkozni sem próbálkozik vele. Viszont jó pár emberen érzem, hogy törekedik arra, hogy minél szebben és minél érthetőbben beszéljen, és minél jobban elsajátítsa a magyar nyelvet. Mivel vajdaságban élünk, vajdasági magyarok vagyunk, ez fontos számunkra, hogy minél jobban átéljük a magyarságot. Az is kétségtelen, hogy nyelvünk azóta fejlődött.
A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ már 18. alkalommal szervezi meg a Szép Magyar Beszéd vajdasági előválogatóját. A háromtagú szakmai zsűri a szövegértés, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszédtempó szempontjait figyelembe véve pontozta a verseny résztvevőit. Melyeket annak előtte csak magyarul használtunk. Aránylag erős mezőnnyel szerepeltek a középiskolások, és elmondhatom azt is, hogy Vajdaság szinte összes nagyvárosából, ahol vannak még magyar tannyelvű középiskolai osztályok, szerepeltek ez a generáció. Úgyhogy egész Újvidéktől délről Törökkanizsa, Szabadka, Topolya, Óbecse, Ada, Zenta, nagyon sok helyről jöttek, és öt diák az, aki most tovább jut. Úgy gondolom, hogy nagy verseny vár rájuk, hiszen ez egy országos döntő, ahol az egész Kárpát-medencéből vannak. Az itteni középiskolásoknak egy nagyon nagy kiugrás lehetőség, hiszen sose lehet tudni, hogy éppen ki az, aki felfigyel ott rájuk, esetleg ajánl egy lehetőséget, további lehetőségeket, vagy akár a vajdasági zsűri, vagy az itt ülők felfigyelnek rá, szóval úgy gondolom, hogy egy jó lehetőség, a gyűriről nem beszélve. A dr. Lánc Irén, Madár Anikó és Gazsó Orsolya összetételű zsűri döntése értelmében a Szép Magyar Beszédverseny vajdasági döntőjéből öten jutottak tovább. A legjobban szereplő diákok az országos döntőben versenyezhetnek a Kazinczy éremért, melyet áprilisban 51. alkalommal tartanak meg Győrött. Ha csak ugye a versírásra születtünk, igen hamar rájövünk a szó és az alany, a kifejezés és az emóció, a jel és a tárgy közötti távolságra. Az írott szó és a kimondott gondolat köszöntésére került sor Csókán a Csókai Művelődés és Oktatási Központ Városi Könyvtárában. Irodalmi randevún vehettek részt Celler Kis Tamás költővel és barátaival. Bakos Anita festőművésszel, illusztrátorral, Beszédes István szerkesztővel a Zetna kiadó gondozásában nemrég megjelent Anya méh című kötete kapcsán. A tavaly Sinkó díjjal kitüntetett költőről Fekete J. József a Kilátó hasábjai megjelent kritikájában azt írta, káprázatosan hatásos Celler Kis Tamás első kötetes színrelépése, verselésének kiforrottsága. A fiatal író pályája prózával, drámával indult, verseket később kezdett írni. A versekből kiáramló gazdag érzelmi világ nem is tükrözhetné jobban a 20 éves fiatal költő alapozó gondolatait. Egy érettebb korú férfi ember is megirigyelhetné azt a bátorságát, amellyel viszonyult az alkotó munkához, és ezekért a súlyos és mély sorokért. Hogyan és mennyi ideig íródott a kötet? Hát ugye ez az első verses kötetem, ő Anya még címmel jelent meg a tavaly májusban a tavalyi könyvhétre, és hát ennek ugye már idástavaly egy éve, azóta hát körülbelül 5-6 könyvbemutatón vagyunk túl. Igyekeztem úgy megszerkeszteni a kötetet, hogy legyen egy kicsit ilyen regényesebb olvasata is, tehát hogy legyen egy átfogó koncepció. Ez pedig hát egy alanyi költészet, egy személyes líra, adott egy központi figura, tehát a kőműves, aki házat épít, ez a ház pedig metaforikusan az anyaméhet szimbolizálja, tehát egyfajta biztonságot nyújtó világot, ahova egyrészt a líraim visszavágyódik, másrészt pedig ki is akar belőle törni. És tehát 7-8 ciklusból áll, és mindegyik ciklus egy-egy adott szoba, tehát megvan a fürdőszoba, nappali, stb. Tehát a háznak a részei, valamint a verscímek sem klasszikus értelemben vett címek, hanem egy-egy adott berendezési tárgyhoz kapcsolódik. Tehát van a fürdőszobában a kád, és akkor utána megy a vers. Így kell ezt elképzelni. Körülbelül első gimnazista koromban kezdtem el úgy, hogy komolyabban felfogni az írást. Akkor még novellákat írtam, aztán írtam egy hát ilyen színdarab féleséget, vagy egy színjátékot a Szent Tomási, mivel Szent Tomási vagyok, a Szent Tomási diák színjátszó csoport felkérésére. Ez egy ilyen tini színdarab, tehát egy iskolás színdarab, amit iskolanapokon meg különböző rendezvényeken játszottak el. És akkor ezután jött a versírás.
A kép és a szöveg összhatásának kapcsolata fontos és irányadó összetevője a költeménynek. Személyesen Beszédes István kért fel erre a feladatra, hogy az illusztrációimmal szerepeljek ebben a kiskönyvben. És hát kért tőlem illusztrációkat, és kezébe nyomtam egy könyvet, amit hát naplónak használtam. Lefestettem a lapjait, és abba rajzolgattam. Tehát több év termése volt ez a kiskönyv. Hát rajzok voltak benne, és rábíztam, hogy mit kezd vele, és az ő belátására bíztam, hogy melyik rajzokat válassza ki, és hát egy egészen új könyvet szerkesztett az illusztrációkból és a versekből is, és nagyon kedves számomra ez a könyv. Nagyon nyitottak ezek a rajzok, tehát nem annyira konkrétak. Elég sok absztrakt kép volt a könyvemben, úgyhogy István remek művész, hogy ilyen jól összehozta a rajzokat a versekkel, tehát teljesen jól párosította őket. Jó, mit tudnánk még elmondani? Nem tudok ilyen mondani. Hát szerintem szerencsésebb találkozása ez így a grafikáknak és a verseknek, mivel hogy spontán módon álltak egymás mellé, és nem illusztrációkat készítettem versekre, nem konkrétabbak, hanem kicsit elvontabb lett az egész, és így úgy érzem, hogy a rajzok és a grafikák támogatják a verseket, a mondani valót. Bármilyen fal, ha embereknek építik, legyen ember méretű. Akkora, mint én. A magas, lábújra állva sem látnak át rajta. A kora esti irodalmi találkozó hangulatát fokozta a vászonra vetített képek sorozata. Az Etna kiadó vezetője pedig arról mesélt, hogyan is jött létre az a kötet. Tamás egy pár éve jelentkezett, még 16-7 évesen a képes ifjúságnál, tehát nem is igazán én fedeztem fel, hanem Szögi Csaba, aki viszont a kollégám, és egy időpontban fiatal tehetségeket kerestünk, egy közös felolvasó estet szerveztünk, és akkor jött Tamás is, és persze publikált az Etnán, és hát ő előbb prózákat írt, aztán kezdett verseket is írni, és hát gyakorlatilag egy másfél évig állt a kiadóban a kézirat, bár ez túlzás, hogy állt, mert a kézirat állandóan fort változott, tehát Tamás dolgozott rajta, nagyon sokat változott a koncepciója, és a végére jött ez a az eredmény, közben költői neve is változott, tehát végül lett ez a Celler kis Tamás név, ami aztán meg is maradt, mellett közben publikált. Voltak reakciók a verseire, például a Literán is megjelentek a versei az egyik eminens szerkesztő jegyzeteivel, tehát nagyon szépen, gyorsan, dinamikusan állt pályára, és tényleg élvezet volt foglalkozni ezzel a kézirattal, mert egy igazi műhelymunka zajlott közben, tehát ez méghozzá úgy, hogy a szerkesztő az csak bólogatott, a szerző pedig magától forrt és alakult, és alakította ki ezt a koncepciót, meg tulajdonképpen a költő nyelvét is ez idő alatt, tehát mire ő 20 éves lett, addigra megjelent a kötet is, és hát ez egy nagyon szerencsés könyv egyébként, mert szeretik a szerzőit, tehát az illusztrátora is nagyon szereti, ahogy az illusztrációkat is szereti Tamás, ezen kívül hát valahogyan a kritika is szereti ezeket a verseket, hiszen Sinkó díjat kapott tavaly a kötet, és hát a Külcsén is elismerést nyert azzal, hogy a legszebb vajdasági magyar könyvdíjat megkapta a Magyar Kultúra Napján, most nem olyan régen, januárban. Félrepakolt féltélák sorakoznak katonás rendben. Már tudom, hogy soha nem fogok velük kezdeni semmit. Ők azért csonkán is tűrik, vagy egymásnak feszülnek. Csak azoknak nehéz, akik alul vannak. Mindig az alsó sorak vannak a felsőkért. Ha megvigasztaná valaki ezeket az alsó sorakat, azért kérdezem, mert én is féltéga vagyok egy alsó sorban. A Csókai könyv bemutatót az alkotók elégedetten nyugtázták. Sikerült alaposan bemutatni a fiatal elsőkötetes költőt, akinek alkotásaival még biztos találkozni fogunk különböző alkalmakkor.
A Kis Herceg című előadással járja Vajdaságot a Bama Bász, azaz a Vajdasági Magyar Bábszínház. Két alapítója, Szloboda Tibor színészrendező és Molnár Róbert bábművész. A Vama Bász kétszemélyes társulat, amelynek alapítói Szloboda Tibor színészrendező és Molnár Róbert bábművész, akik európai hagyományokra épülő bábszínházi előadásokat szeretnének létrehozni, és azokat Vajdaságban a magyar lakta településeken előadni. A Kis Herceg az alkotópáros első közös munkája. A bábokat és a díszleteket közösen tervezték és készítették. Ezen nem jöhetsz valami messziről. Szóval te is az égből jöttél. Melyik bolygóról van? Egyesek szerint Exupéry Kis Hercege annyira beleégett a nyugat-európai ember tudatába, mint mondjuk Milne Mici mackója, úgyhogy darab választás szempontjából talán félrenyúlni ezzel az előadással nem lehet. És még ez sem biztos. Ugyanis van ennek, épp ezért van ennek egy nagy tétje. Igen is, meg nem is. Tehát a kis herceg az a probléma, hogy mindenkinek van egy saját koncepciója vele kapcsolatban, és mindenkinek van egy prekoncepciója ezzel a szöveggel, ezzel a mesével kapcsolatban. Elsősorban a korosztály kérdése itt, ami rögtön mindenkinél fölmerül. Többnyire van, aki arra esküszik, hogy ez nem gyerekmese, van, aki arra esküszik, hogy de bizony gyerekmese, van, aki arra esküszik, hogy ez mindenkinek mese. A vamabászosok is úgy tartják, a mű generációtól függetlenül szólít meg minden embert, akinek a lelke még nem zárult be teljesen. A bábbal pedig kifejezőbb és hangsúlyosabb a játék. Soha életében senkit nem szeretett, hanem egész állónak csak számolt, és folyton azt hajtogatta, amit te. Én komoly ember vagyok, és csak úgy dagadt a keménységtől. Hát ember ez, dehogy ember. Gomba! Neked a báb az egy nagy szerelem lett, ahogy a Tibinek is egyébként, de nem így kezdtétek egyikőtök sem. Igen. A báb az nekem egy nagy szerelem, mint ahogy a Tibinek is. De szerintem meg tudunk osztozni ezen a szerelmet, tehát nem vagyunk féltékenyek rá. Igen, azt gondolom, hogy valahol ez is hozott össze egyébként. Ez az egész Vama Bász történet, amit itt elkezdtünk, a Vajdasági Magyar Bábszínház történet, ez egy nagyon közös. Tehát ez a bábszínház és a bábozás, mint bábművészet, tehát ez is valahol egy hatalmas kapocs volt, ami miatt el is kezdtük ezt csinálni. Igen, szerintem az hozott bennünket össze, hogy mind a ketten, amikor ehhez a szakmához keveredtünk, rádöbbentünk arra tulajdonképpen, hogy mennyire kreatívabb, mennyire szélesebb skálán mozog, és mennyire kifejezőbb művészeti ág, mint az élő színpad is, és itt találtuk meg azt a teret, ahol igazán lehet alkotni, ugyanakkor tehát a képzőművészeti oldalunkat is meg tudjuk mutatni azáltal, hogy én megmozdítom a bábot, minden egyes pillanatban megalkotok egy kicsi szobrot. És egy kicsi koreográfia. Tehát ez tánc is. Tehát a bábművészet ez egy nagyon összetett dolog. És ott nem elég csak színésznek lenni. Tehát egy kicsit több kell hozzá, és ez szuper dolog, én ezért például imádom. És több lehetőség is van benne. Tehát a báb repül, a színész meg nem. Tehát oda igencsak költséges, meg sokszor ilyen faramuci dolgokkal, megoldások vannak, hogy nézel, jó, akkor most engem hülyének nézel, tehát hogy repteted a színészt, de a bábot simán, ahogy elkezded reptetni, az gyerek is és a néző is elfogadja. Más a viszonyulás. Tehát csodákat lehet teremteni, ami fantasztikus. Igazából azt, amit kőszínházban csak elmondani tudunk, azt bábszínpadon meg is tudjuk mutatni. És ez igazán a kihívás, és ez igazán az, ami gyakorlatilag kizárja, hogy itt határt szabjunk a fantáziánknak, hanem gyakorlatilag bármit meg tudunk mutatni. És hát tehát az alap már, hogy mai modern, tehát európai színházakhoz, a modern színházhoz, tehát a báb, a mozgás, ez mind egybe, tehát ez ilyen egy hatalmas katyvaz, amit mindent használnak. Tehát ez, hogy bejövök a színpadra, és beszélek, és leülök, és szövegelek, tehát ez már nagyon ritka, ez már... Ez ilyen múzeum színház. A produkció a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, az előadásokat pedig általános iskolákban játsszák. A Szabadkai Lányernő Iparos Művelődési Egyesületben legközelebb március 13-án lesz műsoron. Istenben!
Isten veled! Irodalom, színház és gasztrokultúra tekintetében ennyit készítettünk önöknek erre a hétre, de várom önöket jövő héten is, tartsanak velünk, viszontlátásra!